Én nagyon elégedett vagyok, maximálisan. Jó lesz ez. Izgalmas, fárasztó, forró és persze parázsvitákban gazdag két napon vagyunk túl száguldó meseautóinkkal a Pannonia ringen. Hiszen június 15-én és 16-án került megrendezésre a Lotus Ladies Cup második verseny hétvégéje. A felkészülést, ahogyan azt már láthattátok, korábban megkezdtük egy kis gokárttal. És a pályára érvén konstatáltuk is, hogy ezt nagyon jól tettük, hiszen ahogyan Sass Szilvi mondta volt, egy igen dinamikusan autózható pályát sikerült felépíteni Ostfi asszony fán. A szombati nap az időmérővel vette kezdetét. Délelőtt 10 órakor már autóba is pattantunk, és megkezdtük az akkor már koráncsem olyan félelmetes pálya bevételét. Itt még persze mindenki önmagával harcolt a legjobb időért. Ki teljesen egyedül, ki pedig a másikra tapadva. Az élénkítő 30 perc plusz egy kör után már csak az eredmény volt üdítőbb, hiszen nekem például sikerült a már 20 éve autóversenyző Lisette Brahms elé kvalifikálnom magam. Ami hát egy újonc szárnybontogatónak nagyon nagy dolog volt. Így ebben a jó hangulatban és óriási reményekkel telve várta mindenki az igazi megmérettetést, a versenyt. És higgyétek el, a mindenki kicsit sem túlzás, hiszen a szakmai stáb egyik része az autókat készítette fel, a másik fele pedig a versenyzőket trenírozta. Bújdosó Szilvit azonban legjobb barátnője, a brit tehetségkutatót nyert Janka lendítette át a hosszú várakozásból fakadó stresszes időszakon. Persze azért nekem is volt segítségem, hiszen Tóth Zoli, Totti, az én drága mentorom például egy percre sem engedte el a kezemet. Még az utolsó pillanatokban is ellátott egy-két hasznos tanáccsal. Az első törésnél, ahol hárman. Igen, még a másodikban is figyelni kell. És ott, de ott ki kell mennem szét, nem kell olyan nagyon kimennem. Nem kell, szűkre fordulsz minden. Szűkre. Jó, aztán ott egyébként is szűken csinálom, aztán azt a kettes. Azt is egy kicsit beljebb kezdem jó, most. Jó. Jó, ennyi. A rajtozálás perceiben már minden zakatolt a fejemben. Ideális évek, ha nincsenek mögöttem, és zárt évek, ha éppen hátulról támadnak. No meg persze a sikerülni fog mondat különböző betűtípusokban villant fel folyton. És amikor megkezdődött a verseny, ezek közül már pont semmire sem gondoltam. Csak arra az egyre, hogy védjem a pozíciómat minden áron. És ezt meg is tettem. 8-ként indultam, és 8-ként értem célba. Megelégedve pedig szerencsére nem csak én voltam az eredménnyel. Ahogy megbeszéltük előtte, azt végigcsinálta, én többször a szívemhez kaptam, tehát nagyon-nagyon-nagyon izgultam, mert azt mondtam, hogy ez már nincs meg, de megvolt. Ugye azt mondom, hogy ha rajtban meg lett volna a Lizet verve, tehát akkor a kettő tartja a háta mögött, úgyhogy majd holnap erre ráhagytunk, és akkor remélem, hogy egy vagy két pozícióval előbbre leszünk. Ám a vasárnapi menet egy egészen más kávéház volt. Na jó, a pánikot és az izgalmat leszámítva, hiszen ott már a negyedik kanyarnál felborult az addig megszokott sorrend. Bende Adri és Bújdosó Szilvi ütközött kicsit. A Bújdosó Szilvinek nekimentem, ezáltal mindketten kipördültünk, én a kavicsájban végeztem, ő szerencsésen a pályán maradt, és ezáltal ugye az egész mezőny elhúzott mellőlünk. Később pedig György Anettet zárták ki a versenyből, hiszen nem teljesítette áthajtásos büntetését. Láttam, hogy az én rajtszámomat mutatják, de nem tudtam, hogy a tábla mit jelent. Nem emlékeztem rá, ezt levizsgáztam belőle, de nem emlékeztem, és így már csak a fekete zászlót láttam. Én pedig, hát, 5. lettem. És ezt az érzést megízlelve nem is szeretnék soha ennél rosszabb helyen végezni.